Augusztus 7-ére tűzték ki az időközi választást Mártéjon. Polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak a községben. Tanévzáró hangversenyre készülnek a Liszt iskola diákjai. 200 tanuló két estén teltház előtt léphet fel. Éremeső Normandiában Ugrai Panna kiválóan szerepelt a középiskolások világjátékán. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. 2022. augusztus 7-én vasárnap lesz az időközi önkormányzati választás Mártéjon, ahol a helyi önkormányzati képviselőkről és a polgármester személyéről dönthetnek, tudatta a helyi választási bizottság elnöke. Az igénylők vagy a jelöltként indulók június 18-án szombaton vehetik át az ajánlóíveket. Az egyéni listás jelölteket és polgármester jelölteket legkésőbb július 4-én 16 óráig kell bejelenteni. Híradónkban is beszámoltunk arról, hogy április 27-én feloszlatta magát a mártéi képviselőtestület, ezért kell időközi választást tartani a településen. A választási kampányidőszak június 18-án kezdődik. Ma tartják az agrárkamarai választásokat. Csongrád-Csanád megyében 24 szavazókörben voksolhatnak az érintettek este 7 óráig, többek között Hódmezővásárhelyen a Kávé János téri falugazdász irodában. Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy minden szavazat fontos a gazdák érdekképviselete miatt. A NAK célja is az, hogy a tagok közül minél többen éljenek a szavazati jogukkal, ezért országszerte az 5 évvel ezelőttihez képest másfélszer annyi, vagyis 361 helyszínen voksolhatnak a választásra jogosult kamarai tagok. Átláthatóbbá teszi a városi közbeszerzéseket a módosítás, amely a beszerzési tanács által ellenőrzött szerződések értékhatárát 500 000 forintra csökkenti. Márki-Zay Péter Előr időben című műsorunkban beszélt. A polgármester szerint ez egy jól működő kontroll volt eddig is, hiszen a beszerzési tanács rendszeresen vizsgálta ezeket a pályázatokat, de eddig a felső határ 1 000 000 forint volt. Az is egy fontos változás, hogy eddig 3 000 000 forintig kellett nyílt eljárással beszerezni az eszközöket, de ez az értékhatár mostantól 1 000 000 forint lesz. Ennek a rendelkezésnek is az a célja, hogy csökkentsék a visszaélések lehetőségét az önkormányzati beszerzéseknél. A város vagyonának megóvása mindennél fontosabb, ezért is igyekeznek minden területen tiszta versenyt hirdetni, mondta a polgármester. Ma nyitott ki utoljára a belváros egyetlen könyvesboltja az Andrássy úton. A Vásárhelyek kedvelt üzletében több mint egy évszázada, 1908 óta árultak olvasnivalót. A 114 év alatt szinte minden Hódmezővásárhelyinek kapcsolódott valamilyen személyes élménye a nagymúltú könyvkereskedéshez, ami többek között a vásárlói szokások megváltozása, valamint a költségek megugrása miatt szűnik meg, de a másik vásárhelyi üzletükben továbbra is várják a könyvbarátokat. Az utolsó vásárlók mentek be az Andrássy úti Líra könyvesboltba. Holnaptól már csak a Tesco melletti üzlet várja az érdeklődőket. A Líra könyv ZRT szerint nem csak a megszűnt parkolóhelyek okoztak gondot és bevételkiesést, hanem Szeged közelsége is, hogy a megyeszékhelyen is számos könyvesbolt várja az érdeklődőket óriási kínálattal. Valamint a bérleti díj összege, a munkavállalók fizetése, a logisztika. Ezzel szemben állt a napi eladás, tehát a bevétel, mondta el a Vásárhelyi TV-nek a döntés hátterét Nyári Krisztián kreatív igazgató. Mai ott jártunkkor is lehetett látni, semmiképpen sem az a probléma, hogy az emberek ne szeretnének olvasni, hiszen még az utolsó lehetőséget is többen kihasználták, hogy beszerezzenek egy könyvet. Két év kihagyás után újra folytatja a hagyományokat a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolája, hiszen ma és holnap este tanévzáró hangverseny tartanak a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. Közel 200 diák áll majd a színpadon, akik táncos, hangszeres, énekes tudásukat és színészi vénájukat mutathatják meg a közönségnek. Stábunk ma délelőtt a főpróbán járt. A legkisebbek, az első és a második osztályosok is lehetőséget kaptak arra, hogy megcsillogtassák néptánc tudásukat a nagy színpadon.
Miután a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola a Domonkos Nővérek fenntartásába került, az intézménynek a pandémia miatt ez az első tanévzáró hangverseny a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Művészeti iskolaként nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy gyerekeinkkel a művészet minél több ágát megismertessük. Nagyon sok tanulónk jár néptáncra, nagyon sokan vesznek részt az irodalmi színpad munkájában, és hát a kóruséneklés az kiemelt eleme a Kodály módszernek. Örömünkre szolgál, hogy a mindkét kórusunkban az idén közel 80 tanulónk énekel. A kis kórust a Pészeli Attila Alapfokú Oktatási Intézmény vonószenekara kíséri, míg a gyermekkar a helyőrségi zenekarral működik együtt. Én már második óta kórusos vagyok, mert nagyon szeretek énekelni, és az iskolában már lehet másodiktól is van picinyek kórusa, kis kórus és gyermekkar, és nagyon sok új dal tanulunk mindig, meg más nyelveken is éneklünk, és ez nagyon szeretem, és felléphetünk, sok lehetőség van rá. Az intézmény évek óta fontos feladatának tartja a zenés előadások rendezését, amelyben a fiatalok énekes, táncos és prózai tudásukat egyaránt meg tudják mutatni. Ebben a tanévben a Valahol Európában című musical közel 100 diákot mozgatott meg, a főszereplő bőrébe Nagy Ádám bújt, nem is akárhogyan. Nagyon szeretem ezt csinálni, szinte már a hobbim, és volt felkérést is kaptam ez a musical után, hogy Pestre menjek játszani. És ez a szívügyem, ez a musical. Próbálom a csapategységet egybe tartani, és felelősségemnek érzem azt, hogy ez jól sikerüljön. A Liszt hagyományos tanévzáró hangversenyére olyan sokan kíváncsiak, hogy ma és holnap este is teltház előtt lépnek a színpadra a fiatalok a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. 5 arany és 2 ezüst 2 nap alatt plusz a mai eredmények. Bravúrosan teljesített Ugrai Panna a hódúszóese kiválósága a középiskolás sportolók világjátékán Franciaországban. Máté Hunor tanítványa a csütörtöki versenynapon 100 méter pillangón és 50 méter gyorsúszásban is a legjobb lett, valamint a 4x100-as női vegyesváltóval is újabb bajnoki címet szerzett. Edzője kiemelte, hogy Panna csütörtökön 100%-os teljesítményt nyújtott, hiszen minden nevezett versenyszámát megnyerte, és még a mai zárónapon is remekelhet. 2 egyéni számban és 2 váltóban is döntős, az eredményhirdetés éppen most zajlik. Nem kell tartani a lakosoknak a már épülő Susáni BMX pályától, mondta Márki-Zay Péter a legutóbbi lakossági fórumán. A beruházás a helyi sportolóknak és hobbi kerékpárosoknak készül, nem huligánok fogják használni az ugratókat. Az egyesület alelnökétől megtudtuk, hogy több mint 30 millió forint pályázati forrást nyertek a projektre, ami nyár végére valósulhat meg a Halesz soron a baseball pálya mellett. Reményeik szerint így ősztől fellendülhet a 6 éve hányattatott sorsú sportág a városban. Aláírást gyűjtöttek és panaszkodtak a lakosok, amikor megtudták, hogy a Hótó utcai társasházak mögé BMX versenypálya épülne. Ellenállásuk ősszel sikerrel járt, a Vásárhelyi Kerekesek Egyesülete úgy döntött, hogy nem ott építik meg a pályát. Új területet a Klauzál utcából nyíló Halesz soron találtak, azonban a lakosok ott is fenntartásokkal kezelik a beruházást. Mi fog pontosan épülni? Mert már olyan rémisztő hírek jönnek, hogy itt európai hatalmas verseny, és itt nekünk 5 perc nyugalmunk nem lesz, szálloda, minden. Ugye mondtam, hogy én majd eljövök, és majd a polgármester úr úgyis elmondja az igazságot. A Susáni Lakossági Fórumon Márki-Zay Péter reagált az aggályokra, aki úgy látja, hogy a környéken élőket nem fogja zavarni a BMX pálya. Én azt gondolom, hogy a hírek részben igazak, részben túlzóak. Tehát ott szálloda, nagy forgalom, európai verseny, ezeket nem hiszem, hogy lesz. Persze volt már egy olyan helyszín, amit szerettek volna ezek a fiatalok a Hótóban. Az a pálya így nézett volna ki. A terveket azóta minimálisan módosították, de a 400 méteres hossz és a forma maradt. A sikerekben bővelkedő Vásárhelyi BMX Cross szakosztálynak már több mint 6 éve nincsen megfelelő versenypályája. Egészen a 40-50 éves kategóriáig helytállunk, én úgy gondolom, országos szinten. Most már elkezdtünk egy picit a nemzetközi versenyek irányába is kacsingatni. Ott se rossz eredmények születnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogyha egy olyan szintű pálya épülne, ahol megfelelő felkészülést tudunk biztosítani a gyerekeknek, akkor itt újra felendülhet a BMX Cross sportág a városban.
Az egyesület elnöke televíziónknak elmondta, hogy az Aktív Magyarország Bringa Park programjában 14,9 millió forint, a településfejlesztési operatív programban pedig további 15,3 millió forint támogatást nyertek a beruházásra, ami várhatóan augusztus végére készül el Hódmezővásárhely szélén. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral hétfőn 17 óra 30 perckor jelentkezünk, de tudják, addig is ott vagyunk a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!